28. fejezet. Ventris szeretett volna egyszerűen csak végigrohanni a hajón, és megsemmisíteni mindenkit és mindent, ami az útjukba kerül. De mialatt szenvedélyes természetű volt, egyben gyakorlatias is. Lopakodva jutottak be a hajóba, és ugyanezzel a módszerrel kellett eljutniuk a hídig is. Ventris még csak egyszer dolgozott együtt hasonló módon más erőhasználókkal, amikor ő, Karis és Nalet megpróbálták megölni Dukut. Be kellett vallania magának, hogy Skywalkert és Kenobit sokkal mélyebben áthatja az erő, mint a nővéreit. Ketten együtt rendkívüli hatalommal bírtak. Ventris csak azt sajnálta, hogy ők hárman és Voss nem állhattak össze, hogy közösen neki menjenek Dukunak. A rohadéknak nem lett volna semmi esélye. Voss. Ventrisben megint feltámadtak a kételyek. Az elmúlt hetek során nem tudott teljesen elzárkózni a holohálózat hírei elől, és látta azt a jellegzetes szempár Duku börtönében. Ám volt egy pillanat, amikor teljesen megnyitotta magát a férfi előtt, amikor Voss tétovázott, és meglátta benne az igazi Vosst. A férfi megértette, hogy milyen nehéz neki, ha csak pár pillanatra is. Vajon meg tudja még szólítani Voss régi énjét? Vagy Duku már annyira uralkodik felette, hogy semmi sem maradt abból a férfiból, akit ő? Ventris minden esetre tudta, hogy ha Voss elveszett, akkor gondolkodás nélkül meg fogja tenni azt, amit meg kell tennie. Az igazi Voss. A Jedi is ezt várná tőle. Voss annak idején nehezen vette rá magát, hogy megöljön egy közönséges állatot. Az az ember belepusztult volna abba, hogy Duku ezer és ezer ártatlan teremtmény meggyilkolásához használja fel. Ventris úgy érezte, gyötrően lassan haladnak a híd felé. Időről időre elrejtőztek a folyosókon mozgó járőrök vagy droidok elől, és menet közben tönkretették a biztonsági kamerákat, még mielőtt azok észlelhették volna őket. Az egyik folyosó végéhez érve megálltak, és Ventris megszólalt. Van egy másik járat közvetlenül alattunk. Végig megyünk rajta, és a végénél lévő zsidi már közvetlenül a hídra nyílik. Biztos vagy benne? Kérdezte Kenobi. Sok időt töltöttem ezen a hajón, válaszolta Ventris. A híd háromszintes. A kapitányi ülés az első szinten van, és előre néz. Van ott 8 munkaállomás, mindegyiknél egy-egy droid dolgozik. Lehetséges, hogy más droidok is vannak a hídon. Tehát 10-12 droiddal számolhatunk, mondta Anakin. Nem gond. Voss hol lehet? A kapitányi ülésben, felelte komoran Ventris. Vagy a létrán megyünk, rámutatott az oldalfalhoz erősített fokokra, vagy lifttel. A létre biztonságosabb. Ha vannak droidok a lenti folyosón, látni fogjuk őket, mielőtt összefutnánk velük. Ha a felvonót választjuk, nem fogjuk tudni, hogy mi vár ránk az ajtó másik oldalán. Egyetértek, közölte Kenobi. Én megyek elől. Anakin, te vagy az utóvéd. Ventris bosszúsan morgott. A Jedik még most sem bíztak benne. Kenobi gyorsan és nesztelenül ereszkedett. Félúton megállt, hogy hallgatózzon, és az erőn keresztül is figyelt, aztán egyszerűen leugrott. Ventris és Anakin hasonló gyorsasággal követte. Ventris rámutatott a folyosó távolabbi végére, azon a zsilipen túl már a híd következik. A zsilip mozgásérzékelős, úgyhogy nyílni fog, amikor odaérünk elé. Amint ebben a pillanatban halk csendülést hallottak, és a hátuk mögött kinyílt a lift ajtaja. Mindhárman megpördültek, és egy harci droidot pillantottak meg. A gépezet egy-két másodpercig ide-oda kapkodta a fejét, aztán beleszólt az adóvevőjébe. Riadó, betolakodók a fedélzeten, ne olyan hevesen, förmett rá Obi-Wan a droidra, és a puszta öklével fejbe vágta, mire a gépezet megtántorodott. Kenobi ekkor becsukta az ajtót, aktiválta a fénykardját, és ketté vágta a nyitópanelt. Indulás, szólt oda a társainak. Végig rohantak a folyosón, és berontottak a hídra. A kapitányi ülésen ülő alak felállt. Fénykardot tartott a jobb kezében, de egyelőre nem kapcsolta be. Haragosan nézett a jövevényekre, és gyűlölettel teli hangon szólalt meg. Jedik. Duku! Kiáltotta meglepetten Kenobi. Nem téged keresünk, de ha már itt vagy. Skywalker nem vesztegette az időt szavakra. Azonnal rávetette magát Dukura.
A kék és vörös energiapengék heves sistergéssel ütköztek össze. A hídon tartózkodó droidok tüzet nyitottak, de Kenobi gyakorlott könnyedséggel ütötte félre a sugárnyalábokat, és a legtöbbet egyenesen arra a droidra, amelyik kilőtte. Ventress nem törődött sem Dukuval, sem a harci droidokkal. Egy szaltóval leugrott a harmadik legalsó szintre. Guggolásba érkezett, majd mindkét kezét oldalra lökve megragadott az erővel egy-egy droidot, és felfelé hajította őket. A gépezetek a párbajozó felek felé repültek. Dooku felnézett, és leugrott a második szintre, Anakin pedig tétovázás nélkül követte. Két droid közeledett egymással szemben Kenobi felé, és folyamatosan tüzeltek rá. A Jedi Mester felszökkent, egy pillanatra megkapaszkodott a mennyezeten, és a droidok megkésve ismerték fel, hogy immár egymást lövik. Vasz nincs itt, kiáltotta Ventress a mestereknek, majd lecsapta egy harci droid fejét, és egy erőtaszítással nekivágott egy másikat a válaszfalnak. Hat gépezet maradt. Gyere fel ide és fedez, válaszolta szintén kiabálva Obi-Wan, és az első szint egyik munkaállomásához küzdötte magát. Ventress átugrott a hídon, beállt Kenobi mögé, aki a hajó számítógépét használva próbálta megkeresni Voszt. Ventress eközben hárította a droidok lövéseit, majd lenézett az egyen lejjebb lévő szintre. Dooku és Anakin őrült közelharcot vívott, és a helyzet folyamatosan változott. Ventress egy pillanatra megdöbbent, amikor felismerte, hogy Skywalkernek szurkol. Dooku előre lökte a bal kezét, begörbítette az ujjait, és Sith villámmal támadott. Anakin időben rántotta fel a karját, és megfogta vele a kéklő kisülést, közben az erős fény és a szerteszét repülő szikrák miatt résnyire vonta a szemét. Dooku továbbra is villámokat szorva felemelte a másik kezét is, és intett egyet. Egy droid kettévágott törzse a levegőbe röppent, pár pillanatig ott lebegett, aztán Anakin felé száguldott. A Jedi leugrott a harmadik szintre, és a Grove követte. Mivel a gazdájuk most a híd másik részében tartózkodott, a megmaradt droidok már szabadon tüzelhettek. Tucatnyi lövedék villant Ventress és Kenobi felé. Ventress teljesen higgadtan félre pattintott néhányat a kardjával, a többit az erővel visszaküldte oda, ahonnan elindultak. Megint elzuhant három droid, majd szikrázva és rángatozva hevertek a padlón. Megtaláltam, harsogta Kenobi, hogy a társai is hallják a hangját a csatazajban. Ventress, nincs a hídon, mert a zárkában van. Még most is fogolj. Tudod, hogy ez mit jelent? Enigma admirális nem létezik. Dooku arra használja Voszt, hogy rombolja a Jedik moráját. Ventrisst olyan öröm szállta meg, hogy alig tudott lélegezni. Új energiák áradtak szét benne. Megidézte az erőt, felkapott vele egy kapálózó droidot, és akkora erővel csapta le a padlóra, hogy darabokra szakadt. Ti ketten menjetek, kiáltotta Anakin, majd félre szökkent a feje felé sújtó vörös energiapenge elől, és felrántotta a saját kardját az ellentámadáshoz. Dukut bízzátok rám! Pimaszkölyök, csattant fel Dooku, és hárított a Skywalker csapását. Ventress és Kenobi együtt végzett a megmaradt droidokkal. Maradványok heveltek körülöttük, fejek, lábak, kezek és fémtestek darabjai. Amikor odaértek az ajtóhoz és átfutottak rajta, Ventress ráadozott egy pillanatot arra, hogy szétvágja a kardjával a nyitópanelt. Anakin még ott van, figyelmeztette Kenobi. Akárcsak Dooku, felelte Ventress, és így nem tud droidokat hívni, hogy javítsa az esélyeit. Kitűnő meglátás, helyeselt Kenobi. A börtön pedig az alattunk lévő szinten van, vágott közbe Ventress. Gyerünk! Vasz félmeztelenül lógott a kék fénnyel izzó bilincsen. Kenobi csak a hátát látta, de így is feltámadt benne a sajnálat. Úgy tűnt Dooku új kínzási módszereket talált ki a régiek mellé. Vasz széles hátát sebb helyek borították. Régiek és újabbak egyaránt. Némelyik már befort, de akadtak olyanok is, amelyekből még most is szivárgott a vér. A valaha izmos test sovány és szinte hófehér lett. Nyilván azért, mert Vasz hónapok óta nem volt napon. Egyelőre meg sem moccant, alig ha nem eszméletlen volt. Vasz, kiáltotta Kenobi, és odarontott a fogolyhoz. Az egyik karjával átölelte Vasz testét, míg a fénykardjával szétvágta a bilincset. Vasz felkiáltott, amikor a karja kimozdult abból a helyzetből, amelyben ki tudja mióta volt.
Obi-Wan óvatosan leeresztette őt a padlóra. Obi-Wan, tényleg te vagy az? Nyögte alig hallhatóan Vos. Igen, én, öreg barátom. Ventris, kérdezte Vos, de közben felnézett, és felderült az arca. Asszáj, mondta, és bár összerándult a fájdalomtól, a nő felé nyújtotta a kezét. Ám Ventris különös módon hátra húzódott, és ezzel egy menekülni készülő vadállatra emlékeztette Obi-Want. Vos valószínűleg nem vett észre semmit, és erőtlen hangon folytatta. Rólad álmodtam. Annyira örülök, hogy itt vagy. Annyira boldog. Tudsz járni? Szólt közbe Kenobi. Igen, azt hiszem, felelte Vos, és a Jedi segítségével nagy nehezen talpra állt. A tekintetét ez alatt is Ventris eszegezte. A nő arc kifejezése láttán a mosolya lassan lehervadt. Asszáj! Vos lépett egyet a nő felé, mire Ventris hátrált egy lépést, és résnyire vonta a szemét. Nagyon sajnálom, hogy rád támadtam. Meg kellett tennem, mondta ekkor Vos. Bocsáss meg, ha ezt nehezen hiszem el, felelte megvetően Ventris. Ismered Dukut, válaszolta Vos, és látszott rajta, hogy még a beszéd is fárasztja. Mindenütt ott vannak a kamerái. A cellámban is volt egy, és el kellett hitetnem vele, hogy maga mellé állított. De nem, nem tudtam tovább színlelni. Ismét a kezét nyújtotta a nő felé, és tovább beszélt. Feltámadt benne a gyanú, hogy nem álltam át, és bezáratott ide. Néha bejön, és elmondja, hogy miket műveltem az admirálisaként. Ventris, én... Fejezd be, rivolt rá Ventris. Kenobi, elkéstünk. Mi van? Kérdezte megrökönyödve Kenobi. Amikor nekem esett, láttam a szemét, és most is érzem benne a haragot. Ég a vágytól, hogy kitörje a nyakunkat, hadarta Ventris, azzal aktiválta a fénykardját, és mindkét kezével megmarkolva maga elé tartotta. A penge zöld fényében látszott, hogy könnyek csillognak a szemében. Várj egy kicsit, Ventris, kérte Kenobi, és az erő segítségével igyekezett megnyugtatni a nőt. Asszáj, hogy mondhatsz ilyet? Még most is önmagam vagyok, állította Vos, és vérző sebekkel teli mellkasára tapasztotta a tenyerét. Én még most is a te Quinlened vagyok. Esküszöm, hogy nem változtam meg. Ugyanaz vagyok, aki voltam. Ugyanaz, aki akkor voltál, amikor le akartad vágni a fejemet a mestered fénykardjával. Várjunk csak! Miről van szó? Kérdezte Kenobi, és fürkészve nézte Vost. A másik Jedi felé fordult, és könyörögve nézett rá. Kenobi megidézte az erőt, és megpróbálta érzékelni azt, amiről Ventris állította, hogy érzi. Vos zavartnak tűnt, továbbá testi és lelki kínok gyötörték, de Kenobi nem érzékelt más sötétséget benne, csak az egyszerű kétségbeesést. Én nem érzek semmi baj, jóslatút, mondta megfontoltan. Azt hiszem, az érzéseid eltompítják az ítélő képességedet. Ventris úgy nézett rá, mintha azt javasolta volna, hogy növesszen szárnyakat és repüljenek. Az érzéseim lehetővé teszik, hogy lássam az igazságot, válaszolta éles hangon. Ez egy trükk. Hogy lehet, hogy te nem érzed? Csak úgy árad belőle a gyűlölet. Visszanézett Vosra, és folytatta. A legrosszabb esetben is csak egy vékony szállal kötöttem a sötét oldalhoz, de alig tudtam kimenekülni a markából. Nyelt egyet, és kimondta. Vost. Vost elnyelte. Erős zavar támadt az erőben, miközben Vos a nőt nézte, és megrendülten suttogta. Ventris. Pofa be! Ordította Ventris. Nem hallgatom tovább a hazugságaidat. Ismét könnyek csorogtak a szeméből, és amikor megszólalt, csak rekettesen suttogott. Annyira sajnálom. Ez az egyetlen mód arra, hogy megszabadulj. Azzal felrántotta a kardját, előre szökkent és lesújtott.